Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nem szabad engedni a bevándorláspárti nyomásnak és elfogadni azt az uniós tervet, hogy a fejlesztési pénzeket a bevándorlók számához kötik, és büntetik azokat a tagállamokat, akik erre nemet mondanak. Ha megkaparjuk, hogy mi van mögötte, az van mögötte, hogy ha nem megyünk együtt a többiekkel azzal, hogy hogy legyünk bevándorló ország, akkor büntetni akarnak, és most olyan elképzelések vannak, hogy ezek a büntetések akár pénzek, komoly pénzeket is jelentsenek, kohéziós pénzek elvonását. Ezt mi nem akarjuk, ezért keleményen küzdünk, ezért nem mindegy, hogy hányan leszünk ott az Európai Parlamentben, akik ezért küzdeni tudunk. A kampányító rendezvényen megjelentek szerint elfogadhatatlan az a terv, hogy 25%-kal kevesebb pénzt kapjon Magyarország az Európai Unió bevándorláspolitikája miatt. Ribányi József, a régiók bizottságának magyar delegáció vezetője, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke úgy véli, a magyar kistelepüléseknek nagy szükségük lenne a fejlesztésekre, különösen azért, mert a jelenlegi pályázati rendszerben inkább a nagy települések tudnak helyzetbe kerülni. A jelenlegi bizottság és parlament elképzelése szerint pénzeket kellene átcsoportosítani a migrációra. Ez a jelen számok azt mutatják, hogy 25%-kal kevesebb pénzt szeretnének Magyarországnak adni, holott nekünk meg nagyon komoly kihívásaink vannak, és szeretnénk egy olyan parlamentet, ahol ezeket a pénzeket nemhogy csökkentenék, hanem inkább növelnék. Süli János tárca nélküli miniszter úgy látja, ez a régió az elmúlt években kimaradt a fejlesztésekből, kevés új üzem került például ide, ez már csak a paksi atomerőmű bővítése és az azt követő időszak miatt is fontos lenne, jelentette ki. Azt szeretnénk, hogyha itt a Győr, Székesfehérvár, Dunajváros, Kecskemét vonal alatt is jelentős fejlesztéseket tudnánk végrehajtani, mert ennek a régiónak szüksége is van rá. A fórumon megjelentek úgy vélik, annak érdekében, hogy a Magyarországra jutó fejlesztési pénzek ezen a szinten maradjanak, és ez a régió tovább fejlődjön. Olyan parlamenti bizottságra, olyan európai parlamentre van szükség, ami ezt támogatja.